Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Augusztus 17-e hétfő van, és a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvének a részlete, a 19. fejezet 16. mondatától 22. mondatig. Egy alkalommal Jézushoz járult egy gazdag ifjú, és megkérdezte: Mester, miót kell tennem, hogy eljussak az örök életre? Jézus így válaszolt neki: Miért kérdel az engem a jóról? Csak egyedül Isten a jó. Ha pedig el akarsz jutni az élete, tartsd meg a parancsokat. Az ifjú tovább kérdezte: Melyeket? Jézus felsorolta: Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál. Atyádat és anyádat tiszteld és szeresd, felváltod, mint önmagadat. Az ifjú erre kijelentette: Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem? Jézus így felelt: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el minden, és árát oszd szét a szegények között. Így kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Ennek hallatá az ifjú szomorúan eltávozott, mert nagy vagyona volt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérem, az evangélium a gazdag ifjú történetét hallottuk. Mi jót kell tennem, Mester, hogy eljussak az örök életre? Érdekes az ifjú közeledése akkor, amikor Mesternek szólítja, gazdag ifjú. Ebben ott van mindenképp az valamifajta élet teljessége, a mai világ valósága, mondhatnám, van autója, van mindene, és úgy érzi, hogy mégis valami hiányzik, talán mondhatnám boldogtalan maga helyzetébe. Gazdag és ifjú, előtte az élet, és valójában szeretni úgy élni az életet, hogy boldog és teljes legyen. Valójában a történetben, ott a történet fonáksága, hogy együtt a kettő nem feltétlenül járhat együtt. Ha gazdag is az ember, akkor ugye több pénz, több probléma megnehezíti az ember életét. Mi jót keltem, hogy eljussak az örök életre? Ennek az ifjúnak valójában a kérdése egy nagyon fontos dolgot tár elénk. Amikor az életünk értelméről van szó, eljutni az örök életre. Mi is oda szeretnénk eljutni, és ezt a kérdést mondhatnám helyettünk is teszi föl. Mi jót kell tennem annak érdek, hogy eljussak az örök életre? Mondhatnám, talán bele is helyezkedhetünk a szereplő helyzetébe. Miért kérdez engem a jóról? Egyelül Isten jó. Jézus mondhatnám, visszadobja a labdát, Isten a jó, ő az jónak a forrása, és akkor, amikor jóról kérdez, akkor maga az élő Istenre mutat rá. Parancsok, tartsd meg, melyeket? Akkor, amikor a 10 parancsolatból a második kőtáblára mutat rá, ne ő, ne parázgál, ne lopj, mindenképp az élet teljességéről van szó, a mai világban hogyan valósul meg? Tényleg az a szeretet, amely hittel, reményel, szeretettel tölt embertársaink felé. És látjuk, halljuk, hogy ezeket mi is mondhatnám, talán megtartjuk. Milyen jó is volna talán. Ezt mind megtartottam. Mit kell még tennem? Jézus számára ez az ifjú, ez igazán a legfontosabb kérdéseket teszi föl, és mondhatnám magasra teszi saját magának a lécet. Mit tart meg, mit kell tennem még, ha tökéletes akarsz lenni? Ha igazán Isten képviségedben növekedni szeretnél, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, és árát oszd szét a szegények között. Számomra mindig izgalmas, amikor Teréz anyáról van szó, mi plébániánk területén működik a Teréz anya csoportja, közössége is, és igazán, amikor a hajléktalanok a szegényekkel foglalkoznak, én nap mint nap látom, hogy tényleg mindenüket szétosztják. Nagyon megrázó, akkor, amikor akár a Covid vírus idején is a kerítésen keresztül, így létre fölmászva kiadják a csomagokat. Add el mindent, árát oszd szét a szegények között. Emögött mindenképp ott van az a belső erő feszítés a jóért. Add el mindenedet. Légy szabad. Az anyagiakkal való terhelt világban nehezen szabadul a lélek. És érezzük a dolgot, hogy az anyagiak mennyire befolyásolnak minket. Vissza gondolok saját gyerekkoromkor, míg az elmúlt rendszerben éltem, mondhatnám, annyira nem volt jó lét a társadalomba,
de talán sokkal nagyobb hittel, reményel, szeretettel éltek az emberek. Most, amikor már mondhatnám szabadon élünk, és talán gazdagabban is, érzi az ember, hogy sokkal terheltebbek az emberek. Futnak a munkájuk után, dolgaik után, mintha elvesztették volna életük valódi célját. Add el minős árát, oszd szét a szegények között. Nem azt mondja, hogy magad körül tartalékolt, hanem már itt és most működjék ez a, mondhatnám, pénz, anyagi, pont a jólétben, a szeretetben a szegények felé. Erőfeszítés. Erőfeszítés belsőleg, léleknek szabad, de erőfeszítés kifel a világ fele is, akkor, amikor pont a legszegényebbekhez fordul. Teréza nővérén látom azt, hogy mindig ott van. Mindazok, akik ott vannak Gánából, Afrikából vagy Indiából, életük teljességét, mondhatnám, Istennek adták. Őt szolgálják. Jó látni az ő szolgálatokat. Jöjj és kövess engem. Jézus, mondhatnám, lehet, hogy az egyik apostolát hívja éppen ebben a pillanatban, és lehetne ő az egyik apostol. De érzi a dolgokba, hogy lenyomja az anyagiakhoz való kötődés, és ezért szomorúan eltállt, mert nagy vagyona volt. Mire hív az Isten, mire tanít? Jól ismert része a Szentírásnak most hallott idézet, a gazdag ifjú története, és én azt gondolom, az egyik, amire hív, hogy eljutni az örök életre, és azon elgondolkodni a saját életünkben, hogy mit kell tennem, mik az akadályok az én életemben. Anyagiak, emberi kapcsolatok, dolgok, amikkel körülveszem magamat. Szabadnak lenni. Tartsd meg a parancsokat. Minket is hív, persze, tartsuk meg a parancsokat. De még mit kell tennem? Isten szeretete, ami többre sarkal, mint pusztán az emberi teendők. Ha embertársa, családtagodat szereti, a pogányok is ugyanis szeretik. Valamiképpen többet kell tennem annak érdekébe, tökéletesnek lenni. Az Isten szeretetét közvetlen, azt a hitet, remény szeretet, amit ajándékba kaptam, megjelenít ebbe a világba. Add el mindent, árászott, oszd szét a szegények között. Mindig is látja az ember, hogy az anyagiakkal való körülvevés az mindenképp gátat szab Isten országának. Gazdag ember az mindig azon gondolkodik, hogyan tudja önmagát gazdagabbá tenni. Add el minős árát, oszd szét a szegények között. Épp minap jutott eszembe egy prédikáció kapcsán, hogy Medjugorjéban történt, hogy ugye nagyon sokat imádkoztak azért, hogy hát valami táplálékot kapjanak, éppen kifogyóba volt a raktáruk, és egy kamionnyi káposztát kaptak. Persze, abban a pillanatban lehet, hogy talán túl sok is volt a jóból, mert reggeli, ebéd, vacsorá az volt, de valaki a maga teljességéből ezt tudta nyújtani, ezt tudta odaadni. Add el minős árát, oszd szét a szegények között. Erőfeszítést tenni jóra. Én magam mit teszek annak érdekébe, hogy a körülöttem lévő szegény embereket fölemeljem. Jöjj és kövess engem. Én magam is tapasztalom saját életemben az anyagiakhoz való kötődés. Akkor, amikor az ember egy plébániában, egy plébániát kell föntartani, egy templomot, munkabért kell fizetni, és mindenképp érzi az ember, hogy az anyagiakkal foglalkozás az mindig megnehezíti a dolgokat. Ettől függetlenül azt is látom, hogy a mi hitünkben, reményben, szeretetben azon túl, hogy persze az ige szolgálata fontos, nagyon fontos a caritas, a szeretet szolgálat. Épp az elmúlt héten a Bosnyák téren volt egy caritas ünnepség, és a caritas munkatársakat tüntették ki, akik a Covid vírus alatt tényleg az embereket segítették. Az én irodistán munkatársam is kapott, hála jó Istennek, mert tényleg a magunk környezetében több mint 35 családnak tudtunk segíteni ez idő alatt. Szomorúan eltállt, mert nagy vagyona volt. Hát mit is kívánhatnék a Jóisten, hogy a lélek örömében tudjunk örvendezni. A Jóisten az anyagiakban lehetőséget lássunk. A Jóisten, hogy erénken felül is túl teljesítsünk, merjünk adni magunkéból. A Jóisten, hogy tényleg Jézust kövessük életünkbe. A Jóisten tetteinkkel, szavainkkal őt dicsérjük, Krisztus, ami urunk által. Amen.